Egy szexuálisan bántalmazott kislány napját mutatja be a Csend című előadás a Szabadkai Kosztolányi Színházban. Béres Pesikán Márta, aki a napokban kapta meg a Magyarországi Junior Prima díjat színház és filmművészet kategóriában, most az aklatott lányt alakítja a színpadon. Borzasztó megterhelő ennek a tudása, vagy borzasztó megterhelő tisztában lenni azzal, hogy mi minden van e mögött. És igazából... Nem tudom, nagyon tanulságos, én nagyon szeretem azt, hogyha valamit átszűrhetek magamon. Az előadás különlegessége, hogy egyszerre csak 15-en nézhetik, ők is állóhelyet kapnak. Hozzá segít ahhoz, hogy egy ilyen létrejöjjön egy tényleg egy ilyen bensőséges légkör, amihez még majd a díszlet is hozzá segít, majd aki eljön megnézni az előadást, az meglátja. Tényleg a munka folyamat alatt rengeteget improvizáltunk, ami úgy szabaddá tette ezt az egészet, és újabb kapukat nyitottunk meg így ezen a téren. Kellemetlen is megrázó a téma, amelyet gyakran el is hallgatnak. Éppen ezért fontos beszélni róla, jelezte a szerző és az előadók. Vannak olyan pillanatok, ami nem vicces ugyan, de nem annyira sötét, tehát a közönségnek sem lesz nehéz ezt az előadást elviselni, kibírni. Annak ellenére, hogy a témája igen komoly és... nehéz, sötét. Andrej Boka, szabadkai filmrendező először dolgozik színházban. Ő a darab szerzője és rendezője is. Nisam želeo da prestao bude ono čista drama u smislu toga da to stvarno jeste jako teška tema i da prosto gledaoci želeo sam da mogu da isprate, ali otvoreno, da se ne zatvore na početku u smislu da im je teško da gledaju svih, na primjer, sat vremena predstave, nego da prosto da razbijamo to sa i komičnim sekvencama i sa horror sekvencama. Az előadás a 80-as évek horror filmjeit idézi. Ezzel kívánják közelebb hozni a témát a nézőkhöz. A Csend várhatóan nem hagy csendet maga mögött, véli a rendező.